Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, és hát bízom benne, hogy ma is nagyon sokan vagyunk együtt, a Fejévár Televízió Hangvilla című műsorában. Hívtuk Önöket egy héttel ezelőtt, Csorba Péterrel beszélgettünk, a Gorzió Művészeti Szakgimnázium remek dobtanárával. A ritmus szekció, mondjuk úgy, és aztán majd azonnal kijavít engem új vendégem, első számú tagjával. Hogy ez így van-e, ez majd kiderül. Azonnal nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdió vendégét, Kovács Gergőt, aki ezek szerint akkor a ritmus szekció második tagja. Szervusz, Gergő. Szervusz, köszöntöm a nézőket. Így van, nem foglak kijavítani, teljesen jól mondtad. A basszusgitár, ez lesz a mai témánk. A basszusgitárról fogunk beszélgetni, ami sokak szerint nagybőgő, sokak szerint egy elektromos hangszer, mert a kettő nem ugyanaz, úgyhogy Gergő, arra kérlek, egy nagyon picit kezdjük az alapoktól. Tegyük is tisztába az olyan laikusok számára, mint én. Mi a különbség a formai tekintetet figyelembe véve a nagybőgő és a basszusgitár között? Hát legfőképpen a méret. A nagybőgő az nagy. Nem csak a neve miatt, hanem ugye azért kell nagynak lennie, mert egy akusztikus hangszer, aminek a teste adja a hangerejét igazából, uh-huh. És ugye mély hangokról beszélünk, ott ez különösen fontos, hogy nagy testben szólaljanak meg ezek a hangok, illetve ott tudnak akusztikusan is megszólalni. A basszusgitárnál, ugyanúgy, mint az elektromos gitárnál is, ott elektromos hanglevétel van igaziból a húrokról, és ezért nem szükséges, hogy üreges legyen a test, és hogy nagy. Aha. Nagyon fontosak a faanyagok, nagyon fontos, hogy jó elektronikával, jó fákkal, jó húrokkal legyen felszerelve, de nem azon az alapelven szólal meg, mint egy nagybőgő. Uh-huh. A szerepe egyébként ugyanaz. Én nagyon készültem erre a beszélgetésre, megmondom őszintén, és bár nem vagyok egy basszusgitáros, de utána néztem a történetének egy picikét, és nagyon boldog voltam, amikor az én kedvenc zenei világom, a rock and roll zenekar mutatta ki először, hogy nagybőgő, és aztán elindult egy folyamat, és elektromos basszusgitár. A legjobb tudomásom szerint, de aztán majd a rock történészek úgy is kijavítanak ebben, hogy Bill Haley után Buddy Holly volt az első, aki használt, és Buddy Holly zenekara, a Tücskök nevezetű formáció volt, aki először használt elektromos, hát nagybőgőt, ami aztán, mint most már azóta tudjuk, basszusgitár. Jöjjön egy dal, egy olyan dal, amiben a kiváló Gorzió Művészeti Szakgimnázium tanári zenekara mutatja meg, hogy mire képesek, nyilván basszusgitár centrikus dal következik most, utána pedig beszélgetünk tovább. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Kedves televíziónézők, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább beszélgetésünket Kovács Gergővel, és a basszusgitár a témánk a Hangvilla című magazinműsorban. Az előbb hallhattunk egy remek dalt, és ebben a dalban is már érezhető volt, hogy előtérbe kerül a basszusgitár. Egy picit beszélgessünk erről a gyönyörű hangszerről, ami itt van nálad. Lehet, hogy meg is kérlek, hogy egy picit fogd meg és mutasd meg nekünk. Igaz. És akár az is egy szép dolog lehet, ha te a saját hangszeredet bemutatod nekünk, miért szereted, és ráadásul van egy érdekessége erre, biztos, hogy ki fogsz térni, hogy 5 húrral rendelkező basszusgitár. Igen, a basszusgitárt alapvetően, mint hogy a nagybőgőt is 4 húrral kezdték el gyártani és használni, és nagyon sokan a mai napig is így használják. Sőt, nagyon sokan azt mondják, hogy a basszusgitár az 4 húros. 4 húr, igen. Bár én a népzenei bőgők 3 húrral is rendelkeznek. Így van. De a klasszikus, illetve a jazz bőgők ugye 4 húrosak, és hát én azt mondom, persze én is nagyon szeretek 4 húros jó hangszerekkel játszani, viszont én azt mondom, hogy manapság, hogyha az ember mindenféle stílusban részt akar venni, vagy részt kell vennie, akkor nagyon-nagyon jól tud jönni egy 5. húr. Ez az 5. húr, ez egy mélyebb húr ahhoz a 4-hez képest, és meg is mutatom az első 4-et. Tehát ezekről a hangmagasságokról beszélünk, és ehhez képest van még egy, ami a TB hangszóró el lehet, hogy nem is hallatszik, ha megpengetem. Ez nagyon sok mindenre jó, nem csak arra, hogy ilyen mély hangokat játszak, hanem arra is, hogy akár más, tehát ne csak az alsó, hanem mondjuk a fentebbi fekvésekben is el tudjak olyan dolgokat játszani, amiket egyébként egy 4 húroson ott már nem tudnék eljátszani. Sokkal könnyebb vele hirtelen átrakni egy másik hangnembe egy dalt, hogyha mondjuk egy énekes azt mondja, hogy tegyük lejjebb vagy följebb akárhova. Biztonságérzetet nyújt, valamint fizikálisan is szeretem, hogy itt van, mert azon támasztom, igen, nagyon sokszor, igen, az ujjamat, igen. Azt lehet mondani Petivel, Csorba Péterrel, kiváló dobos kollégáddal, egy héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy a dob egy gyönyörű szép fejlődési íven megy keresztül, ugye modern és egyre modernebb megoldások, akkor ez az úgynevezett 5. húr, ez egy modernitás, vagy egy lépés a jövő irányába? Az volt, tehát ez is egy 30-35 éves dolog már, aha, hogy ez létezik. Meg van 6 húros is, illetve én láttam 18 húros basszusgitárt is, nyilván annak gyakorlati értelemben, vagy hétköznapi értelemben sok értelme nincsen, de azon is láttam olyat, aki nagyon jól játszik. Én azt mondom, hogy én a 6 húrasra sem vágytam, maximum csak otthon hülyéskedés gyanán, de az 5 húr az egy olyan dolog, amit én például most már nem biztos, hogy tudnék nélkülözni. Nagyon sokan viszont igen egyébként, és azt mindenkinek el is szoktam mondani, hogy tanulni mindenképp 4 húroson kell elkezdeni, mert hogyha 4 húroson kezded, akkor át tudsz szokni az 5 húra, de ha 5 húroson kezded, akkor utána nem fogsz tudni úgy a 4 húroshoz alkalmazkodni. És azért mégiscsak ennyiben én is vallom azt, hogy ugye a 4 húra az egésznek a gyökere. Nem sokára beszélgetünk majd még a hangszeredről, meg nagyon-nagyon sok mindenről a basszusgitár kapcsán, hiszen a televízió nézőknek is mondjuk egy műsor özönről, egy műsor sorozatról van szó, ami hosszú ideig reményeink szerint hétről hétre jelentkezik majd. Kovács Gergő is lesz még a vendégünk, de most megnézzük azt, hogy milyen is az, amikor igazán előtérbe kerül a basszusgitár. Hívjuk ezt basszusgitár szólónak, vagy szolisztikus produkciónak. Igen, beszélünk. Mondjuk azt, hogy előtérbe toljuk most egy kicsit a basszusgitárt. Egy rövid zenei bejátszásban megnézzük, hogy ez nálad hogy is néz ki. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Kedves televíziónézők, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább mai Hangvilla című magazin műsorunkat. Kovács Gergővel, basszusgitárossal beszélgetünk, akit az előbb egyébként láthattak, és gyorsan itt a bejátszás ideje alatt felhívta a figyelmet arra, mondjam el, ez nem basszusgitár szóló volt. Elmondom, Gergő, akkor tegyük rendbe, ez mi volt? Igazából azt a szerepét próbáltuk bemutatni Csorba Péter kollégám, barátommal, hogy persze szólóznak is a basszusgitáron, ugyanúgy, mint a gitáron vagy a billentyűn, de szerintem sokkal fontosabb, ha a hangszert akarom bemutatni, az a rész, amikor a dobbal együtt játszik, és ott is szabadon mozog, tehát improvizatív, főleg ritmikailag az egész, de nyilván hangilag is.
Viszont szerintem az az igazán izgalmas benne, amit a dobbal együtt lehet csinálni. És hogy ezen a kis bejátszáson, amit leadtatok, ott igazából ezt a részét lehet inkább felfedezni, mint azt, hogy én most játszanék egy basszusgitár szólót. Uh-huh. Groove-ot játszottunk a Petivel, és szerintem, aki basszusgitározni kezd, majdnem mindenki, ha nem iszonyatosan csak a rockzene érdekli, akkor el fog jutni odáig, hogy a groove játék, tehát ez a lüktető, pumpáló dobbal és basszussal kiegészülő, hát nem stílus, a groove-ot nagyon nehéz definiálni, tehát az a lényeg, hogy a groove játékig mindenki el fog jutni, és addigra azt is fogja tudni, mit jelent, abban biztos vagyok. Na hát a Gorzium Művészeti Szakgimnáziumban ezzel is foglalkoztok valószínűleg, meg azzal is, hogy is épül fel maga a hangszer. Nagyon röviden van rá időnk, hogy egy kicsit bemutasd azt, hogy persze. Nem tudom, ez ugye tudjuk, most már megismertük televízió nézőkkel együtt, hogy ez egy elektromos, funkcionálisan egy elektromos hangszer. Így van, három részből áll, van a teste, a nyaka és a feje, illetve vannak a három részen kívül, vagy hát a testén belül van az elektronikája, megpengetem a húrt, és mágnesek szedik a fém rezgését, hangját, abból itt mindenféle előfokon keresztül, meg kijön a kábelen, és végződik az erősítőben, ami most nem látszik, és az erősítő hangosítja fel ezt a hangot így a mágneseken keresztül. Uh-huh. Említettük több alkalommal, is szóba hoztam az iskolát, ahol oktatod a következő generációt. Csorba Petitől pont egy héttel ezelőtt majdnem ugyanezt kérdeztem, hogy látod, mi a tapasztalat arra nézve, hogy a basszusgitárosok következő nemzedéke esetleg megtölte majd egy 24-es busztit Székesfehérváron, vagy esetleg kicsit kevesebben lesznek? Hát nem ez a tendencia, de igazából így én a 13. évemet zárom ebben az iskolában, és voltak nehéz pillanataim ezért, mert nagyon sokszor nem jöttek basszusgitárosok 9. osztályba, aztán rájöttem arra, hogy én is 10. végén kezdtem el. Uh-huh. Szóval szerintem nagyon kevesen vannak olyanok, akik már mondjuk 8-ban, 7-ben, tehát általános iskolában tudják azt, hogy ők majd basszusgitározni szeretnének. Még azt sem tudják sokan, hogy zenélni szeretnének, olyankor nem, hogy basszusgitározni. Sokkal népszerűbbnek tűnik első ránézésre az a szólógitár, a dob, ez pont két olyan hangszer, vagy akár még a billentyű is. Itt nálunk inkább az a tendencia, hogy közben nagyon sokan kapnak kedvet hozzá, és erre egyébként nagyon jó teret tud biztosítani az iskola az alapfokú intézményünkkel, ahova egyébként beiratkoznak a középiskolások is, és akkor aki mondjuk akár másik hangszerre jött tanulni, akár másik szakra, tehát grafikára, fotóra, táncra, bármelyik másik szakra, be tud iratkozni például hozzám basszusgitározni, vagy egyébként a Tomihoz gitározni, vagy a Petihez dobolni. És nálam inkább ez a helyzet, hogy én ahogy megjönnek, akkor szépen közben, ahogy meglátják, hogy ez miről is szól, meglátják ezen a gyakorlaton, hogy hogy működik, hallják élőben az egészet, akkor nagyon sok mindenkinek jön meg a kedve hozzá. Előre, nem, mivel nem feltűnő hangszer a zenében, ezért nagyon kevés olyan általános iskolás van, aki erre a hangszerre kíván rá. Kicsit az jutott eszembe, hogy talán azért, mert ez egy kiszolgáló terület, abszolút, ugye? Tehát igen. Itt a basszusgitáros, igen, és a ritmus szekció második tagja, akkor ahogy ezt a műsor elején megbeszéltük, ő alázattal kiszolgálja a zenét és a szólistát, meg a többi produkciót. Így van, illetve a ritmus, tehát ugye a basszusgitár az átmenet, mert nem csak dallam, hanem ritmus hangszer is. Nem is azt mondom, hogy második tagja, hanem a másik tagja, inkább így fogalmaznék, illetve egy összekötő kapocs a dallamhangszeresek és a ritmushangszeresek között, mert hogy mind a kettő a basszusgitár egyébként. A basszusgitárra szoktam azt mondani, hogy az a hangszer, amit alapvetően senki nem vesz észre a zenében, viszont azt igen, hogyha nincs. És ezt mondjuk ki bátran, a mai zene, a modern zene, most egy picit elkanyarodunk a tradicionális kérdésektől, a mai modern zene, ha elmegyünk egy, bocsánatot kérek ebben a műsorban a diszkó kifejezésért, de ha elmegyünk egy diszkóba, más se hallunk, csak a szívünket, vesénket megremegtető basszus hangokat. De az nem az. De az nem az, igen tehát ez egy óriási becsapás, de lehet, hogy ennek szentelünk majd egy külön műsort, hogy mi a különbség a basszus hang és maga a basszus gitárból fakadó hang. Illetve arra pumpáló dologra gondolsz, az inkább a dobnak a lábdob részével hozható párhuzamba, de mindig van valami basszus funkció is, úgyhogy én nem csak a hangszerre értettem, tehát nem csak a basszus gitár, hogy az nem tűnik föl az embernek, hanem magára a basszus funkcióra. Most az, hogy ez egy szintetizátorral van játszva, vagy egy basszus gitárral,
Az ilyen szempontból szerintem teljesen mindegy, viszont akkor észreveszi az ember, hogyha nincsen, akkor azonnal valami hiányzik az egészből. Gergő, utolsó kérdés, aztán nyilván fogunk mi még sokat beszélgetni ebben a műsorban, de szerinted hová fejlődhet a basszusgitár? Hiszen elindultunk egy nagy bőgő irányából, kisebb lett, hordozható lett, elektromos lett, aztán az előbb említetted, hogy rengeteg hurral rendelkező basszusgitárokról is tudunk már. Hová fejlődhet még a hangszer? Én azt látom, maga a hangszer szerintem maximum tökéletesedhet még, vagy hát én nem tudom, nem vagyok hangszerkészítő, meg nem is, sosem értettem a technikai, mert ugye a műszaki oldalához az egésznek. Megbeszéljük a műsor végén a pótmétereket, meg minden, hogy hol találom. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy inkább a basszusgitározás fejlődik nagyon sokat, és fejlődött nagyon sokat a 60-as évektől kezdve mondjuk, 50-es évek végétől kezdve, és hogy most is van egy olyan generáció, akik megint szintet léptek mondjuk az elmúlt 20-30 év egyébként kiváló és megkerülhetetlen basszusgitárosai vagy zenészei után, és mondanék most neveket, de lehet, hogy abban nem most kell belemenni, nagyon szívesen mondok órán is, hogy arról van szó bárkinek. Nagyon-nagyon-nagyon azt látom, hogy sok nagy kiaknázatlan terület van még a hangszerben, bár igazából iszonyatosan tökélyre fejlesztették már, most is, vagy már most is, de azt látom, hogy egyszerűen, hogy van egy generáció a 20 éves generációban, illetve az ilyen 35-40 éves generációban is van egy olyan, vagy pár olyan basszusgitáros, akik nyilván most érnek be, mert mondjuk az elmúlt 30 évben gyakoroltak, illetve mondom, a 20 évesek között pedig van egy olyan generáció, akik már a közösségi média és a videómegosztók által, vagy azon felnőtt generáció, és teljesen más, hogy jutott hozzájuk az információ, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt valakihez. Sokat fogunk még beszélgetni, ez a mi reménységünk, és én nagyon remélem, hogy a kedves televízió nézők is szívesen velünk lesznek, és hát követik majd ezeket a beszélgetéseket. Gergő, a legvégén nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Számítunk rád néhány hét múlva. Köszönöm. És nyilvánvalóan, mint a műsor házigazda zenekarának basszusgitárosa, itt leszel velünk azért műsorról műsorra, adásról adásra. Ma nagyon keveset tudhattunk meg a basszusgitárról, hiszen ez is egy olyan hangszer, amiről órákat lehetne beszélgetni. Nekünk ilyen formában, kedves televíziónézők, nincsenek óráink, de nagyon röviden ma ismét a hangvillát nézhették. Tartsanak velünk pontosan egy hét múlva is, ugyanezen a csatornán. Várjuk Önöket. Viszontlátásra! A műsor főtámogatója a Gorzium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu.